A kőolajkészletek elfogynak majd, hangzott el a projektnyitó rendezvényen. A szakemberek éppen ezért úgy gondolják, szükséges minél előbb nekilátni az alternatív meghajtások, így a hibrid és elektromos járművek megalapozó kutatásának. Bokor István a projekt vezetője elmondta, nagy akadályokat kell leküzdeni, ugyanis a hibrid járművekben alkalmazott megoldások nagymértékben eltérnek a hagyományos autókétól. Technikailag felkarolja ez a projekt a hibrid és az elektromos járművekhez tartozóan azon feladatokat, amelyek elsősorban az infokommunikációs technológiák alkalmazását jelenti, elektronikát, vezérléstechnikát, és amelyek elsősorban a motorok, az energiafelhasználás, optimalizálás, hajtásszabályozás és a vezetés támogató rendszerek intelligens részeihez tartoznak. Dr. Cinege Imre úgy véli, ez a technikai kutatások mellett a projektben résztvevő egyetemek hallgatóinak is rendkívül fontos, hiszen őket már a jövő technológiájára képzik, és tudásuk nélkülözhetetlen lesz az elkövetkező években. Nekünk arra kell gondolnunk, hogy vajon akkor milyen technikai kihívások elé áll egy mérnök, és arra kell felkészítenünk, legalábbis az alapokat megadni, amit ma meg tudunk adni, hogy akkor majd alkotó módon tudja ezeket a járműveket továbbfejleszteni, gyártani, vagy adott esetben gondoljunk arra, hogy óriási szervizhálózat kell majd ezeknek az autóknak, tehát például a szervizeket működtetni. A projekt jövő év augusztusában zárul. A kutatásban résztvevők összesen 870 millió forint uniós és állami támogatásból gazdálkodhatnak.